felfüggesztett fogházbüntetés. Nem jogerősen bűnösnek ítélte a törvényszék a nyíregyházi úszómestert. Szatmár Beregi Akadémia új előadássorozattal hívnák fel a figyelmet a térség értékeire a nyíregyházi egyetemen. Vegyes a méhek állapota. A tavalyi mérgezés hatalmas károkat okozott a hazai méhcsaládokban, amit az év elején sem sikerült még kiheverniük. Nem jogerősen 10 hónap felfüggesztett fogházbüntetést kapott N. András, akit úszómesterként foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében vádoltak. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ügy még 2016-ban történt, amikor egy nyíregyházi táborozó gyermek több mint 6 percen keresztül lebegett arccal a víz felé fordulva úgy, hogy senki nem vette észre, és hozta ki a medencéből. Az oxigénhiányos állapot eredményeként a sérülésből maradandó fogyatékosságként értékelhető állapot alakult ki a sértett gyermeknél. 2016. június 21-én egy tábor keretében a városi élményfürdőbe vitték a gyerekeket. A táborozókat 3 csoportra osztották, az egyik csapat a csúszdázást választotta, köztük volt a sértett is. A gyermek jó úszónak számított, mély vízben is tudott úszni, a csúszdán pedig már többször lecsúszott korábban. Utolsó csúszásából miután megérkezett az 1,2 méteres vízbe és felállt a medencében, elkezdett rángatózni, majd arccal lefelé a vízbe fordult és lebegett a víz felszínén. A táborozókra egyébként 3 pedagógus vigyázott, a vádlott N. András pedig úszodamesterként felügyelt a csúszdáknál. Ő látta a gyereket a vízben, de azt hitte csak játszik, búvárkodik a medencében. A sértett végül 6 perc, 13 másodpercig lebegett arccal a víz felé fordulva. 3 ismeretlen fiatal emelte ki a vízből a gyereket. N. András ezután rögtön megkezdte a gyermek mentését, akit a mentőautóban és a kórházban is lélegeztetni kellett. Az oxigén hiányos állapotnak köszönhetően a sérülésből maradandó fogyatékosságként értékelhető állapot alakult ki a gyermeknél. Ezért N. Andrást maradandó fogyatékosságot eredményező, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében vádoltak, és bűnösnek ítéltek szerda délelőtt a nyíregyházi járás bíróságon. Ezért a bíróság 10 hónap szabadságvesztés büntetése és 1 év úszómesteri foglalkozástól eltiltásra ítéli. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását 1 évi próbaidőre felfüggeszti. A szabadságvesztés büntetés végletesi fokozata fogház. A bíróság megállapítja, hogy esetleges végletes esetén az elítélt a büntetés 2/3 részének kiállása utáni napon feltételes szabadságra bocsátható. A bíróság vádlottat előzetes mentesítésben részesíti. A bíróság a nyomozás során lefoglalt vízminta lefoglalását megszünteti és megsemmisítését rendeli el. Köteles a vádlott megfizetni az eddig felmerült 135.894 forint bűnügyi költséget az államnak. A bíróság a vádlottat csak a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében ítélte bűnösnek. 2 szabálysértést is elkövetett ebben az esetben. Egyrészt SMS-eket írt a telefonján azokban a percekben, amikor a gyerek a vízben volt. Másrészt, amikor látta, hogy a sértett lecsúszott és a medencébe ért, akkor ki kellett volna küldenie őt a vízből. A szabály szerint az ugyanis csak egy érkező medence, és a vízbeérés után el kell hagyni a csúszdázóknak a vizet. A maradandó fogyatékosság vétségében azonban az orvos szakértői vélemények alapján nem vonható felelősségre N. András. Az ítélet jogerősségéről 3 nap múlva dönt a bíróság, mind az ügyész, mind pedig a védő ügyvéd ennyi gondolkodási időt kért. Szabolcs-Szatmár Bereg megye az Európai Unió egyik legelmaradottabb térsége, hangzott el a Jobbik szerdai sajtótájékoztatóján. Az országos átlaghoz képest itt jelenleg 2,5-szeres a munkanélküliség mértéke, és évente közel 4000 ember vándorol Budapestre és a Dunántúlra jobb munkalehetőség miatt, mondta el Gyüre Csaba. A párt megyei képviselője hozzátette, a fizetések 15000 forinttal alacsonyabbak a szomszédos megyékhez képest, és 70000-rel a dunántúliakhoz képest.
Csányaszabolcs-Szatmár-Bereg megye már a 70-es évek óta visszamaradott területe Magyarországnak. Mi azt vártuk, hogy a rendszerváltás ezen majd változtatni fog, de az a tapasztalatunk, hogy egyáltalán nem, sőt, továbbra is egyre inkább lemaradó megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Most jelen pillanatban megjelent a 2018-as KSH statisztika, amely kimutatja azt, hogy 8,7%-kal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a munkanélküliek hazája, tehát itt a legnagyobb a munkanélküliség az egész országban, és az a megye, amelyik második lett azon a versenyben, hogy hol nőtt legjobban a munkanélküliség, ebben is a másodikok lettünk országos szinten. Új előadás sorozattal hívná fel a figyelmet a Szatmár-Bereg értékeire a Nyíregyházi Egyetem és a megyei közgyűlés. A cél, hogy minél több emberben erősítsék az identitást és a tenni akarást a térség fejlődése érdekében, valamint az is, hogy a helyi értékek a jövőben is fennmaradjanak. Hiánypótló kezdeményezés indult el a Nyíregyházi Egyetemen, melynek első állomására szerdán került sor. A Szatmár-Beregi Akadémia című programsorozattal a térség iránti elkötelezettséget szeretnék kifejezni. A helyi vezetőket, például polgármestereket, tanintézmény és szervezeti vezetőket pedig bevonnák a kölcsönös eszmecserébe. A műhelymunkát kezdeményező felsőoktatási intézmény a megyei önkormányzattal fennálló kapcsolatát ezzel az új tartalmi elemmel is szeretné bővíteni, amelynek két fontos célja van. Egyrészt a Nyíregyházi Egyetem oktatói, kutatói ennek a térségnek a gazdaságával, társadalmával, nyelvészetével kapcsolatos kutatási eredményeiket szeretnék a résztvevőkkel megosztani, másrésztről pedig egy interaktív beszélgetés kapcsán szeretnénk javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a Nyíregyházi Egyetem hogyan tud bekapcsolódni ennek a térségnek a fejlesztésében, fejlődésébe. Mint a rektor hozzátette, a mostani előadásokat később továbbiak követik majd, amelyekre várnak mindenkit, akit tenni akar a térség fellendítéséért. A megyei közgyűlés alelnöke pedig a kezdeményezés identitás erősítő jellegéről beszélt. Mint fogalmazott, a most elvetett mag alapot adhat másoknak is, hogy kövessék a példát és saját értékeikre fókuszáljanak. Nagyon bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés, illetve ez a programsorozat, amelyet bízunk benne, hogy tudunk sokáig folytatni még, majd ihletet ad másoknak is arra, hogy ők is a saját közösségeikben, saját településeiken, saját térségeikben elindítsanak hasonló folyamatokat, amelyben a megye, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat mindenképpen partner lesz, és biztos vagyok benne, hogy az egyetem is. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés egy elvetett mag lesz, amely aztán még nagyon-nagyon sok szemet fog majd ereszteni. A megnyitón arról is szó volt, hogy a programsorozattal a kutatási eredmények megosztása mellett a múltra alapozva segítenék az értékek jövőbeni fennmaradását és a térség fejlődését, de akár a megyei értéktár is bővülhet az itt elhangzott javaslatok hatására, hiszen a Szatmár-Bereg rengeteg kulturális, történelmi és turisztikai kincsel rendelkezik. A tavalyi mérgezés következtében hatalmas károkat szenvedtek a méhészek. Volt, akinek mindössze 5 maradt a korábbi 100-120 méh családjából. Ezt visszafejleszteni akár egy évtizedig is eltarthat, állítják a szakértők. Jelenleg a repcéből tudnak táplálkozni a méhek, ennek hatékonysága azonban kérdéses, mivel az elmúlt hetek időjárása nem kedvezett az ültetvényeknek. Tudósok szerint az elmúlt 20 évben egyre nagyobb számban pusztultak a méhek világszerte. A Greenpeace kutatói szerint, ha a méhek kipusztulnak, rá 4 évre az emberiség is követi őket. Ráadásul hazánkban tavaly nyáron robbant a hír, hogy növényvédelmi tevékenységek következtében tömegesen pusztulnak a méhek. Vegyes a méhek állapota. Nagyon sok embernek ugye a destruktor okozott mérgezést, illetve a fipromil, a destruktorba került fipromil, úgyhogy nagyon sok méhésznek ezáltal kipusztultak a méhei. Van, akinek 5-6 család méhe maradt a 100-120 méh családból. Ezt az állományt visszafejleszteni a szakember szerint 5-6 év egy méhésznek. Ráadásul a zöld területek csökkenésével egyre nehezebben jutnak táplálékhoz a méhek természetes úton. A legfontosabb ásványi anyagokat, vitaminokat főként virágporból nyerik. Elsőként a gyümölcsvirágzás, majd a repce biztosít ennek táptalajt.
Utóbbi nem kapott elegendő esőt az elmúlt hetekben, kevés lett a tőszám, sok helyen ki is kellett tárcsázni ezeket. A szakember szerint megyénkben nem rossz a helyzet, de sok múlik még a következő napok időjárásán. Többek között ezen problémák megoldásán segítenek a különböző konferenciák. Szoktunk előadókat is meghívni, innen Nyíregyházáról is meg szoktuk hívni Hegyi Józsefet, aki apiterapeuta, és a mélypempő, illetve virágpor, propolis ilyen mély termékeknek a hatékonyságát ő szokta tájékoztatni a méhészeket is, illetve az állampolgárokat. Máté Szalkán minden évben méheknapi ünnepséget tartanak, ahol az alsós gyerekeket rajzpályázat segítségével nevelik környezetvédelemre. Több mint 1 milliárd forintból készül el többek között a Bújtosi Városliget rekonstrukciója. Átépülnek a meglévő salakos burkolatok és a gyalogos híd is, a játszótér mellett pedig akadálymentesített mosdót alakítanak ki. A munkálatok várhatóan május 31-ig befejeződnek. Még zajlanak a munkálatok a Bújtosi Városliget új mosdója körül. A Benczúr térhez hasonlóan itt is a meglévő játszótér mellett épül és akadálymentes lesz. A sportolni vágyók lehetőségeit is tovább bővítik, ugyanis 2 röplabda hálót és tartót is kihelyeznek. Az aktív kikapcsolódást segítik a 2 helyszínen elhelyezett trambulinok is. Ez a Zöldváros projektünk részeként nettó több mint 300 millió forintot jelent beruházási költséget, és nagyon sok minden tartalmaz, amit ő valóban városligetté válik, a Bújtosi Városliget. Egyrészt ugye látszik mögöttünk sétányok lesznek, kandeláberekkel, futópálya 1430 méter hosszan, sokan járnak itt, szeretnek futni. Ami hiányzott még a nyilvános WC pelenkázóval, a mozgássérültek számára is megközelíthető módon, de mindenekelőtt a zöld felületre figyeltünk, fákat ültetünk, cserjéket, sövényeket, a zöld felületeket, a füvet alácsövezzük, hogy fenntartható legyen, tehát szárazság esetén is zöld pázsit legyen itt a Városligetben. Bontják a meglévő, de már-már balesetveszélyes színpadot is. Ezt nagyobb rendezvények lebonyolítására is alkalmassá teszik. A sziget megközelítését biztosító meglévő gyalogos híd is megújul. Látványelemként horgászatra is alkalmas stégeket fognak elhelyezni. Ezen felül 45 darab pad, 16 piknikpad, 1 okospad és 6 tűzrakóhely, 23 személygyűjtő, ivókutak, napozóágyak teszik majd komfortosabbá, 5 térfigyelő kamera pedig biztonságosabbá a ligetben töltött pihenést. Az autóval érkezők részére egy gyeprácsos parkoló, a kerékpárosoknak pedig kerékpártároló áll majd rendelkezésükre. A Bújtosi Városliget rekonstrukciója május 31-ig befejeződik. Négy arany, 11 ezüst és 7 bronzérmet szereztek az újfehértói Kempó harcművészeti ese versenyzői a spanyolországi világbajnokságon. Kriston Csaba, Kriston Zsolt, Fazekas Marcell és Kis Krisztián László a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel. A magyar válogatott a 3. helyen végzett a csapatversenyben. A Madrid melletti Guadalajara adott otthont a 16. IKF Kempó világbajnokságnak és világkupának, amelyen 40 ország több mint 700 versenyzője lépett küzdőtérre. A 16 év alattiak a világkupáért, az idősebbek a világbajnoki címért harcoltak. A 3 napos viadalon minden nap más versenyszámokban küzdöttek a versenyzők. A 31 kempóst számláló magyar válogatottban 80 képviselték az újfehértói színeket. A cél az mindenképpen a dobogóra jutás volt, minél több fényesebb aranyérmet, meg ezüst, bronzérmet szerettünk volna elérni, ami sikerült is. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert tényleg mindenkinek sikerült dobogóra állni. Köztünk 4 a világ legjobbjai is tudtak lenni. A többiek is szerintem egy világbajnoki szintet hoztak. Rengeteg nagyon jó felkészült harcos volt, sokan is voltak, felkészültek is voltak, kemény, erős mezőny volt, de szerintem méltó módon helyt álltunk és képviseltük a hazánkat. Büszke vagyok a tanítványomra, mert tényleg egy nagyon erős felkészülésen vagyunk túl, sok versenyen, pont versenyeken, hogy kiválogassanak minket. Szerintem teljesítettük, sokan is kijutottunk, ami szintén szerintem büszkeség új féltónak, és mindenki dobogonra is került.
Kriston Csaba, Kriston Zsolt, Fazekas Marcell, Kis Krisztián László felállhatott a dobogó legmagasabb fokára, és az aranyak mellett ezüst, valamint bronzérmeket is szereztek. Ezüstökkel, illetve bronzokkal tért haza Spanyolországból Szabó Tibor, Benedek Pásztor Ádám, Zilai Zétény és Zilai Sándor. A csapatversenyben Románia és Spanyolország mögött a harmadik helyet szerezte meg a magyar válogatott. A versenyzőket és edzőiket hétfőn köszöntötték a megyeházán. Ez mindenképpen sokat elárul Újfehértónak a sporthoz való hozzáállásáról, hiszen hogyha nem lenne meg az a támogatói háttér, amely legyen akár szülői támogatói háttér, az önkormányzat támogató háttere, akkor biztos, hogy nem lehetne ilyen sikereket elérni. Adottak a lehetőségek, és szeretnének is, úgy látom, hogy élni ezekkel a lehetőségekkel a helyiek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak pedig az a dolga, hogy minél a saját eszközeinkkel minél jobban igyekezzünk őket segíteni és támogatni. Ha mással nem, legalább azzal, hogy akkor erkölcsileg is elismerjük őket, és természetesen biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy minél többször és minél nagyobb sikerekről tudjanak beszámolni, akár a megyei televízió keretein belül is. Az újfehértói kempusok folytatják a felkészülést, mivel következnek az országos bajnoki fordulók. Október 6-án Újfehértón már 5. alkalommal rendezik meg az Izsó Mihály emlékversenyt, október végén pedig a lisszaboni Európa-bajnokságon gyarapíthatják érmeik számát az újfehértói kempusok. Rendhagyó futballmeccset játszanak pénteken Bakta Lóránd házán. A magyar parlamenti válogatott a Magyarország görögkatolikus pap, kispap válogatottjával és a Magyar Jogász Egylet paragrafus kupa válogatottjával méri össze tudását. A mérkőzés 15 órakor kezdődik a Városi Sportpályán. A Magyar Jogász Egylet megyei szervezete már 2 évtizede szervez kispályás tornákat, amelyeken az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a rendvédelem képviselőiből összeállított csapatok mérik össze tudásukat. A paragrafus kupa válogatottja 2011 óta minden évben játszik egy nagypályás meccset a görögkatolikus pap kispap válogatottal. Pénteken mindkét csapat képviselői pályára lépnek Bakta Lóránd házán a parlamenti válogatott elleni találkozón. Tulajdonképpen sporttörténelmét írjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgásának, ilyen még nem volt, de most lesz. Tehát Magyarország parlamenti válogatottja egy fél időt játszik Magyarország görögkatolikus, Kárpát-medencei görögkatolikus pap kispap válogatottjával, és egy fél időt játszik majd a megyei paragrafus kupa válogatottjával. Gyakorlatilag azért sporttörténelem, mert a paragrafus kupa egyedül Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él és létezik, és minden évben ugye futballozunk, és ebből jött az a megmérettetési lehetőség, hogy a parlament válogatottjával játszhatunk. Egyeztettem Püspök úrral, érsek úrral, a helyi igazságszolgáltatás csapatának képviselőivel, akik azt mondták, hogy igen, csináljuk meg ezt a mérkőzést. Megcsináltuk. A parlamenti válogatott már több alkalommal is szerepelt a megyében, kispályás és nagypályás meccseket is játszanak az országgyűlési képviselők. Évente egy 20-30 mérkőzést szoktunk bevállalni az ország különböző pontjain, különböző rendezvényeken. El kell, hogy mondjam, hogy ez egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyedülálló kezdeményezés, úgyhogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kormány megbizotjaként külön örülök, hogy egy ilyen alkalommal tudunk egy jó mérkőzést szervezni. Természetesen minden ilyen mérkőzésen mindenki készül, mindenki győzni szerette, de a mérkőzés, amikor véget ért, akkor nagyon fontos, hogy azok a kapcsolatok, amelyek a mindennapi munka során egyébként megvannak, azok tovább erősödhessenek. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen alkalom lesz. A görögkatolikus pap és kispap válogatott is rendszeresen vállal fellépéseket, sokszor jótékonysági meccseken lépnek pályára. Ezúttal sérült gyerekek táboroztatására szeretnének pénzt gyűjteni a meccs kapcsán. Én azt hiszem, a legnagyobb üzenete az, hogy a parlamenti képviselő, a bíró, a pap is ember, és ebben az emberi mi voltunkban tudjuk megmutatni azt, hogy igen, hiszünk a játék erejében, az összetartás erejében, az emberi mi voltunkban, hiszünk abban, hogy igenis egy nemes cél érdekében lehet összefogni, bár egymás ellen, de mégis azt hiszem, hogy közös célán. A magyar parlamenti válogatott, Magyarország görögkatolikus pap kispap válogatott, Magyar Jogász Egylet paragrafus kupa válogatott mérkőzés pénteken 15 órakor kezdődik a Bakta Lóránd házi sportpályán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Nem jogerősen 10 hónap felfüggesztett fogházbüntetést kapott N. András, akit foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében vádoltak. Az ügy még 2016-os, amikor egy nyíregyházi táborozó gyermek több mint 6 percen keresztül lebegett arccal a víz felé fordulva úgy, hogy senki sem vette észre és hozta ki a medencéből. Az oxigénhiányos állapotnak köszönhetően a sérülésből maradandó fogyatékosságként értékelhető állapot alakult ki a sértett gyermek esetében. Szatmár Beregi Akadémia címmel indult programsorozat szerdán a Nyíregyházi Egyetemen. A cél, hogy előadások keretében megosszák a legfrissebb kutatási eredményeket, és hogy a helyi vezetőket bevonva együtt tegyenek a térség fellendítése érdekében. A műhely munkát kezdeményező felsőoktatási intézmény partnere a megvalósításban a megyei önkormányzat. Tudósok szerint az elmúlt 20 évben egyre nagyobb számban pusztultak a méhek világszerte. A tavalyi mérgezés hatalmas károkat okozott a hazai méhcsaládokban is. Volt, akinek mindössze 5 maradt a korábbi 100-120 méhcsaládjából. Ezt az állománykiesést visszafejleszteni akár egy évtizedig is eltarthat, állítják a szakértők. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 8-án szerdán, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerdán változóan felhős idő várható, majd késő estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Eső, zápor egyaránt előfordulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső várható, a déli szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul. A folytatásban pénteken elszórtan, szombaton csak néhol lehet zápor, majd vasárnap egy hullámzó frontrendszer éri el térségünket. Hatására nyugaton sokfelé, keleten viszont kevesebb helyen várható csapadék. Döntően kellemesen meleg idő várható, ám vasárnap nyugaton már jelentős lehűlésre számíthatunk.